hogy ma is tanulni fogunk, és remélem olyan információkat tudunk átadni nektek, ami előrébb viszi az életeteket. Csak azért mondom, mert tudjátok, én rá vagyok épülve, legalábbis én úgy élem az életemet, hogy így az univerzumra ráépülök, és mindig nézem a véletleneket, vagy a nem véletleneket, kinek mi az álláspontja. De biztos, hogy nem véletlen, hogy te itt vagy. Közben néztem, Krisztinát írja, hogy sercegni fog a papír. Hát nem tudom, írjatok be, hogy szerintetek mi újság a véletlenekkel. Miért pont itt vagy? Miért nem, mit tudom én, egy sorozatot nézel a tévében, vagy egy gyárba dolgozol? Hogy mit tudom én? A lényeg az, hogy szerintem nem véletlen, hogy itt vagy. Én megpróbálok egy óra alatt annyi információt ma elmondani nektek, mint hogyha beülnétek egy, mit tudom én, egy nagyobb képzésre, és hát ugye ott ülnétek egész héten, vagy hát megkockáztatom azt, hogy ugye elkezdtük a 90 napot, és ugye a 90 nap az arról szól, hogy aki ezeken végig megy a saját tempójában, vagy úgy, hogy a reggeli meetingekbe beül ide, vagy pedig ugye felvételről is meg lehet nézni, és hát folyamatosan feldolgozza ezeket az anyagokat. Ma meglátjátok, 90 nap alatt akkora információ áradatot zúdítok a nyakatokba, illetve zúdítunk a nyakatokba, ami még ilyet Magyarországon nem sokan csináltak, és ez teljesen ingyenesen. Szidnak rendesen egyébként, de nem probléma, mert sokan ezt nagyon sok pénzért árulják, ezeket az információkat. Hát ide értünk, hogy nem ez a legfontosabb, hogy ez az információ most mennyibe kerül, mert hát, ha jobban megnézzük, ezért több ezer dollárt mi is kiadtunk, és hát hogy mondjam, ennek egy részét természetesen nem lehet minden, de egy részét ugye átadjuk, a fő alapokat én azt tudom mondani, és nem tudom, szerintetek ez jó híre vagy nem jó hír. A lényeg az, hogy egy évvel ezelőtt még semmi fogalmunk nem volt, hogyan lehetne online pénzt keresni, illetve magáról az online marketingről szinte alig-alig volt valamit Magyarországon, és most jelen pillanatban egy lelkes csapat, én szerintem minden nagyképűség szerint egy olyan tudással rendelkezik, ami itt megrengetheti szó szerint a magyar közvéleményt, vagy a magyar vállalkozásokat, network társadalmat, ha mindenki oda teszi ezt az információt, ahova szeretné, vagy ahova akarja. Egy a lényeg, ha te most végigjössz velünk ezen a 90 napon, az biztos, hogy olyan alappal fogsz rendelkezni, amire tudsz majd építeni. Fogok mondani mindig a tréningeken olyan anyagokat, amiket érdemes megvenni. Ezek nem, hogy mondjam, nagy beruházást igénylő termékek, hogyha jól csináljátok a munkátokat, szinte ez nem is kerül pénzbe, mert tényleg a jutalékból meg tudjátok vásárolni, illetve ezeket a tréningeket, ezeket párhuzamos tréningeknek neveztem el. Tulajdonképpen bármilyen üzletben vagy, és most kérlek szépen benneteket, úgy sokszor meg fogom kérdezni, hogy írjátok be, ha nem szégyelitek természetesen, hogy szégyelnétek, hogy milyen céget képviseltek, akár kettőt is beírhattok, vagy hármat is, hogyha valaki többet képvisel. Aki ezt majd kívülről nézi, vagy lehet, hogy vakargatja a fejét, hogy lehet itt több üzletet is csinálni, hát lehet, elmondom nektek az interneten. Homlok egyenest minden másképp kell csinálni, mint offline technikába. Erre jó ez a tudás, amit mi képviselünk itt az interneten. Úgyhogy ha vannak itt az Ivovitól, akkor a Fieldsen, nem tudom mi ez, de biztos jól lehet, akkor a híres FG Express tapaszt, és most próbálom ki, képzeltek-e, küld az egyik barátom, az Ernő, egy ilyen, valami van a bőrömön, valami kis szemölcs, és kipróbálom. Úgyhogy ha jó beválik, akkor fogom reklámozni, bár én üzletszerűleg mást képviselek, de kipróbálom a termékeiteket. Illetve itt van az EN-től, ugye Vajta Viktor beírta, hogy EN. Hát utána vannak itt a Tiens-től, úgyhogy hát itt szép számmal összegyűltünk, és arra kérlek benneteket, hogy ha ma jöttök így be a reggeli tréningre, írjatok már be így a nevetek mellé természetesen, hogyha ez nem akadály, nem ütközik, bár szerintem nincs ebben semmi probléma, ha nem szégyellitek természetesen, hogy a nevetek mellett ott fityeg a képviselt cég, de hát ezt úgyis ti tudjátok, úgyhogy el is kezdjük rögtön a tréninget. Egy kérdésem van hozzátok. Van-e kedvenc zenétek? Tehát úgy, amit úgy, ha meghallasz, akkor úgy szíven üt. Tudod, amikor úgy nem mindenki szereti a zenét, én imádom, tehát az egész életem egy ilyen zenei kompozíció köré épül, és hát ugye a 80-as évektől kezdve folyamatosan rögzítem, illetve már a Beatles korszakból rögzítem a zenéket, és egy hatalmas könyvtáram van ezzel kapcsolatban, de ez
nagyon-nagyon meghatározza az életünket, aki szereti ezeket a zenékben lévő rezgéseket. Tudjátok, mire gondolok, például ma reggel is, hogy beszoktam tenni, nem véletlen ugye a Matrixnak ezt a filméből egy részletet, ugyanis ez egy kicsit úgy beindítja ugye a reggelt, elindíthatnám mondjuk egy nagy szomorú valami harangozással is, de képzeljétek el, milyen tudatállapotba kerülnétek. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy úgy reggel, hogyha rossz paszba vagytok, vagy ha jó paszba is, kicsit tornázzatok és nyomjatok be egy olyan zenét, amit szerettek. És ezt azért mondom nektek, mert így sokan úgy járunk edzőtermekben, és mindannyiunknak a fülébe általában bent van egy ilyen MP3 lejátszó, és a kedvenc zenénkre edzünk, és ez nagyon-nagyon jó. Én most beszéltem profikkal, és azt mondták, hogy egyszerűen olyan tudatállapotba hozzák önmagukat, hogy egyszerűen háromszoros, négyszeres terhelést bírnak például egy body terembe, de hát ugye Fajta Viktor tudna erről beszélni ugye Linával, akik ugye táncosok, és hát hogy mekkora energia van a zenében. Ezt azért mondom nektek, mert hogyha bírtam, hogy búsulsz egy picit, vagy nem olyan állapotban vagy, mint szeretnél, akkor rakd be a kedvenc zenédet, vagy esetleg a kedveseddel sétáltak, akkor rakjatok be egy olyan zenét, akár sétálás közben is, vagy beszélgetés közben, ami a tiétek. És hát ugye ezzel nagyon sok mindent el lehet érni. Úgyhogy ezt csak úgy érdekességképpen mondtam, és akkor Jani beírja, hogy itt volt a postás. Nagyon jó. Oké, szóval, hogyha van zenétek, akkor hallgassátok minél többször. És érdemes éjjel is hallgatni, mert hogyha nem tudsz aludni, forgolódsz esetleg, akkor vagy berakod a valami altatós zenét, én mint Vangelis szoktam berakni, vagy Mike Oldfieldnek vannak olyan zenei, vagy Tangerine Dream, aki szereti ezeket a zenéket, vagy Pink Floydot, én nagyon szeretem, a Sting, Mr. Sting nagyon-nagyon, vagy Phil Collins, nekem ezek a zenei irányzatok tetszenek, de ha neked van természetesen, akkor erre tudsz is aludni. És tulajdonképpen erre épülnek a hanganyagok is, amik ugye itt nálunk az Empire Networknél nagyon megalapozzák a te tudásodat, és annál a cégnél, ahol vagy, ott is vannak biztos hanganyagok, tehát ezeket vegyétek elő, és folyamatosan itatódjatok át ezekkel a tanításokkal, amit a cég ugye folyamatosan, ezek ilyen inspiráló olyan zenék. Nem csak zenék, hanem tanítások. Jim Rohn neve biztos ismerős, vagy Tony Robbins neve, vagy Brian Tracy ugye a régi motorosok közül, illetve az új motorosok pedig, hát már mi David Sharpon, David Woodon folytatjuk a tanulmányainkat, ahogy a kor ugye fejlődik. Ezeket a hanganyagokat, ha itt hallgatjátok közületek, akkor írtok már be egy tízest, aki úgy gondolja, hogy tényleg előre viszi az életünket ezek a hanganyagok. Oké, csak Krisztina, az aki, oké, na, jönnek a tízesek, szuper. Esetleg tudtok-e beírni olyan anyagot, ami most úgy fejbevágott benneteket, tehát ami úgy, opp, nekem az új Inner Circle anyag nagyon tetszik, főleg a vége fele, már beindul a fickó. A nevet nem tudom, de a legújabb Inner Circle anyagban vannak olyan érdekességek, ami ugye meghatározza a következő 90 napunkat. Na most közben nézem itt az időt, ellene szaladjunk nagyon. Miről lesz ma szó? Ugye, hát még csak a második napnál tartunk, tehát aki most becsatlakozott, az nincs lekésve semmiről. Az első nap volt tulajdonképpen a vízióról szó, hogy te tulajdonképpen a következő 90 napodat hogy építed fel. És hát ugye mindig szoktam hangsúlyozni, hogy én párhuzamosan építem ugye az Empire Networköt, és mutatom, hogy hogyan építem az Empire Network tudással, illetve az Empire Network házikóval, én így hívom most már a mi blog platformunkat, ugye a Kalatút, hogyan építem a Herbalife népszerűsítését, hogyan népszerűsítem a Herbalife-ot, na, csak ki tudom már nyögni. Tehát amikor én azt mondom, hogy Herbalife, akkor a Boda Jani az ugye Tiense-t ért rajta, vagy Fajta Viktorék a tapasztos bizniszt, vagy bárki, aki ugye saját üzletben van, amikor én mondom a Herbalife szót, akkor ugye konvertáljátok a saját üzletetekre. És ugye elmondtam az első nap, ugye, hogy ugye megvan a víziót, hogy te mit fogsz elérni. Hát remélem, hogy így leírtátok magatoknak, hogy mi a víziótok az adott termékkel, amit ti képviseltek, és mit akarsz elérni ebben 90 nap alatt. Na most
Én is elkezdtem ugye írnom a Herbalife blogjaimat, és ugye leírtam legelőször a saját történetemet, hogy én miért kezdtem el. És akkor most van a kérdésem hozzátok, leírtátok már, ugye az első napnak volt a házi feladat, hogy te miért kezdted el, akár a tapaszos bizniszt, vagy bármelyiket, írtok már egy igent, vagy egy nemet. Tehát ez egy őszinte válasz legyen tényleg, mert hogyha itt sok nem van, akkor nem csinálod meg a feladatodat, tehát azt be kell pótolni. Tehát oké, Krisztinának gratulálunk, oké, Zsuzsi is megcsinálta, tehát írd le, hogy mi a te miérted. Na most ezt folyamatosan magamról oldalon, ezt így fejleszétek. Tehát ezt mindig így csiszoljad, hogy te, neked mi a miérted, mert a 90 nap után, ahogy ez eltelik, utána is kezdünk majd egy 90 napot, tehát ezt nem hagyjuk abba, de ez már egy magasabb szinten lesz. Tehát ez az alapozás, ez a 90 nap az erről fog szólni. Na most, hát nekem a miértem az tulajdonképpen az, hogy újra meg tudjam mutatni a régi fogyasztóinknak és a leendő új fogyasztóknak magát a fogyás művészetét. És hát azt nem tudom, tudjátok-e, amikor én elkezdtem annak idején, ez jó régen volt, 98-ban, én nem a fogyás miatt kezdtem el ugye a Herbalife termékeket, hanem egyszerűen volt egy olyan betegségem, amit a mai orvostudomány nem tud gyógyítani, ez egy krónikus prostatitis volt, és erre szedtem, meg is mutatom nektek egy ilyen Miofaktor nevezetű készítményt. Képzeljétek el, azóta se van, vagy volt, én nem hallottam, semmi olyan készítményt, gyógyszertári készítményt se, ami azt az eredményt hozta volna, mint ez a Miofaktor. Nagyon sok eredményt elértünk ezzel a készítménnyel, illetve sok barátom, akivel együtt jártunk az orvoshoz, már nem szenvedve a problémába. Ezt azért mondom el, mert lehet, hogy nálad is van olyan termék, ami teljesen kurrens cikk. Tehát ez olyan, ami úgy más családnál, termékcsaládnál nem nagyon van. Ilyen például a Forever Livingnek ugye a híres Fertz nevezetű spréje, amit nem nagyon sok helyen, már most mondjuk az aloe verát használja több helyen, de ez a Fertz az ilyen különleges. Most kaptam az egyik aloe vera terjesztőtől, az egyik hölgytő ajándékba egy Fertz, mert ugye sokszor beszéltem annak idején róla, és tényleg nagyon jó torokfájásra. Ha neked van olyan terméked, ami egy kurrens cikk, amit te nagyon-nagyon szeretsz, akkor erről nagyon komolyan lehet írni 90 napon keresztül, hogy mit éreztél tőle, hogyan működött a szervezeted, és általában, hogyha táplálékkiegészítőt eszik valaki, azoknak mindig van méregtenyítési tünete. Tehát például, amikor én elkezdtem ami a faktort eszegetni, hát olyan fejfájáson volt emberek, hogy valami brutális módon így felerősített egy bizonyos ilyen tünetet. Ez egy méregtenyítési tünet volt, és ha nincs nála nincs nálam a tanácsadói kézi könyv, illetve maga élőben is a tanácsadó, hát én lehet, hogy ezt a Miofaktort úgy jó messzire elhajítom. És nem tudom, írjatok már ide egy véleményt, hogy nálatok volt-e olyan, hogy ha elkezdtél használni valamilyen terméket, méregtenyítési tünet jött föl. Főleg a méregtenyítős bizniszekben, mint például a Sunridernél van a Kalitea, amit hogyha rosszul használnak, nem úgy, ahogy a tanácsadó mondja, hát akkor ott okozhat esetleg problémát, vagy vannak olyan termékek, amik mondjuk szívdobogást okoznak, de ez csak azért, mert egy ajurvédikus készítménye a levegő elemet föntebb emeli valaki, akkor ugye okozhat szívdobogást, de ez nem probléma, mert ugye a vízzel ugye el lehet ezt, hogy mondjam, tehát ki lehet küszöbölni, hogy gyorsabb legyen a méregtelenítés. Na most magáról erre a méregtelenítés tünetre akarok így rásugallani, hogy amikor valaki elkezd egy termékcsaládot mondjuk eszegetni, általában az esetek nagy többségében jelentkeznek ezek a méregtelenítési tünetek, ha nincs elég vízfogyasztás. Na most erről is lehet írni, lehet blogolni, és fontos az, hogy amikor végigviszed a 90 napon a te leendő jelöltedet, vagy blogolsz erről, akkor azt lássák, hogy te nem csodaszereket árulsz, hanem egy olyan készítményt, ami mondjuk takarítja a szervezetedet, gyógynövények vannak benne, és ezeknek vannak olyan tulajdonságai, ami, hogyha nem tartasz be, esetleg rosszabbul leszel tőle. Nem tudom, volt-e már ilyen, hogy fölhívott téged egy tanácsadó, vagy egy fogyasztót, hogy figyelj meg, de nem tudom mit adtál, de rosszabbul vagyok, mikor elkezdtem. És hogyha te fölhívod a figyelmét arra, hogy figyelj, oké, ezek a tünetek fognak jelentkezni, ha nem iszol elég folyadékot,
vagy nem mozogsz, mondjuk a kálcium például nem épül be, képzeljétek el, mozgás nélkül, tehát ott mozogni kell, hogyha például kálcium föltöltést csinál valami termékkel valaki. Ezt én sem tudtam, de a tanácsadói kézikönyvekben, illetve magákban a tanácsadók, ahogy ugye a vevőgondozást csinálják, ezeket ugye elmondják. Most az azért mondom, mert egy kicsit úgy szakmázunk most, hogy nézd meg a te termékednél, hogy van-e esetleg méregtelenítési tünet. Na most, ha például sokan benne vagytok, már látom ebbe a tapaszos üzletbe, itt egy ilyen tüneti megoldást csinál ez a tapaszt, hogy így figyeltem, hogy mit tudom én, ilyen lábszárfekély, vagy ilyen érrendszeri problémára, hogy látom, hogy sokan próbálgatják, és nagyon jó eredmények vannak. Tehát erről igenis írjatok, és nem tudom, volt-e már ennek hatására, mit tudom, például viszketés, hogyha rátetted a tapaszt erre a bőrfelületre, esetleg egy ilyen égő, csipkedő, viszkető érzés volt. Te esetleg, Julika, tudsz erről írni, hogy, mert láttam, hogy a te blogjaidban volt ilyen. Most képzeld el, hogyha olvassa valaki a te blogbejegyzésedet, és esetleg egy ilyet tapasztal, akkor nem az van, hogy rögtön letépi a tapaszt, hanem oké, neki kell jelentkezni. Nem tudom, hangsúlyozom, csak úgy érdeklődök, hogy van-e ilyen esetleg. Mindig figyeljetek arra, hogy ne essen szó a gyógyításról, mert hogyha ezt olyan módon végzitek, hogy itt mi gyógyítunk különböző termékekkel, erre nagyon harapnak a fogyasztóvédelem meg különböző hatóságok, tehát folyamatosan az a jó, hogyha te saját tapasztalataidról, a méregtelenítési tüneteknek a megoldásáról beszélsz, meg ugye hozó társadalmi bizonyítékokat, hogyha valakinek esetleg volt fejfájás vagy valami, de mindig ugye az eredményt mutatjuk be, hogy a eredmény centrikusan oda teszed azokat az eredmények, amiket elérsz. Most írja Jani, hogy ugye fejfájás 4-5 napig volt. Na most ezeket János írd be a blogodba folyamatosan, és az a jó, hogyha te most, vagy bármelyikőtök, akik most hallgatnak engem, csináljátok a 90 napos programot a saját termékkel. Mondok egy példát. Ugye én annak idején az én prostatitiszemre szedegettem termékeket, de itt most a számítógép előtt, hát ugye a tavaly évben egy pici följött rám. Na néztem is, hogy valami nem stimmel, mert én mondjuk képviselem a fogyást, és akkor én most híztam 10 kilót, hogy van ez, és most elkezdtem egy ilyen testsúlykontroll programot, és ez most nagyon jó időszak arra, hogy le tudom írni naplózva, hogy hogyan fogok most egy picit ilyen átalakítást végezni, és ugye hát most jelentem már 7 kilónál tartok, mert ugye most kicsit ilyen fáziskésésbe írom le a tapasztalataimat, de úgy, hogy közben megettem a csirkepörköltemet, meg a különböző ilyen jó kis csongrádi magyaros kajákat, és hogy milyen trükköket alkalmaztam, ezeket fogom majd ugye erről a blogba beleírni. Tehát, ha te most valamilyen terméket képviselsz, akkor nézd meg, hogy ha egy adott termékkel elkezdesz foglalkozni, te saját magad vagy ugye a legjobb termékfogyasztó, akkor milyen eredményt fogsz elérni 90 nap múlva. Ezzel nagyon lelkes fogsz lenni egyébként, főleg, hogyha valamilyen ilyen testváltozást, mint például én, hogy a testsúlykontrollt tűztem ki célul. De egyébként ez egy jó kis réspiac, mert ugyanúgy az MV-nél is látom, az alaeverásoknál is van testsúlykontroll program, tehát próbáljátok egy hasonlót csinálni, ha van nálatok ilyen fogyás, mert nagyon látványos. Vagy ha valamilyen kozmetikával foglalkozol, nem tudom, valaki van egy köztetek, aki mondjuk kozmetikával foglalkozik, mert erre mindjárt mondok egy trükköt. Például 90 nap alatt különböző kozmetikumokkal olyan változást lehet elérni egy ilyen ráncosodó bőrnél, hogy valami brutális módon, tehát teljesen akár 10-20 évet lehet fiatalodni, olyan szinten, hogyha ugye kezded használni ezeket az alapozókat, tonalizálást csinálsz, különböző ilyen lemosásokat, meg ugye hidratálást, most nem megyek ebbe bele, de hogyha még vízfogyasztással föl is töltöd a bőrödet, egyszerűen nem fognak rád ismerni. És látjátok, az interneten vannak ilyen beugratós termékek, amik ugye előtte-utána fotókat tartalmaznak, mondjuk ilyen ráncos bőrről, de hát ugye képzeljétek el, hogyha úgy 90 napon keresztül, esetleg minden nap lefényképezed magad, így a kamerán keresztül,
és esetleg van olyan fogyasztód, aki ugye odaül melléd, vagy az interneten meg lehet azt csinálni, Skype-on fölhívjátok egymást, és akár egy együttes kozmetikai kezelést megcsináltok az adott termékkel, akkor hát ilyen, hogyha föl is veszed videóra, ezt be tudod tenni a blogokba. Most azért mondom ezeket a trükköket, mert ez a 90 nap, és ezt sokszor hangsúlyozom, ez mindig egy ilyen elkötelezettséget jelent, ez a 90 nap. Több cég használja ezt a 90 napot, ez azért, mert hogyha te most adsz valamilyen terméket az egyik fogyasztódnak, akkor te mindig mondod, hangsúlyozod ezt a 90 napot, rá tudod ültetni a 90 napot a te blogbejegyzéseidre, és fogja látni, hogy itt mindenki 90 napig minimum használja a terméket. Hát most képzeljétek el, hogy ha TNS-ben vagytok, és csak mondjuk egy terméket 3-4 napig használnak, hát milyen eredménye van? Vagy hogyha, mit tudom én, egy kozmetikai kezelést csak egyszer megcsinálsz, bár vannak már nagyon szuper termékek, de az ez nem tartós. Igenis, szerintem, és nem tudom nektek mi a véleményetek, ha 90 napon keresztül valaki betartja a ti termékeiteknek a használatát, és tényleg úgy is él, hogy nem csak termékeket szed, hanem ezzel átformálódik az egész egyénisége az embereknek, mert ha fogyasztó készítményeket nézem, itt nem elég szedni ezeket a készítményeket, hanem akkor kicsit úgy odafigyel az ember a folyadékfogyasztásra, akkor odafigyel arra, hogy esetleg pihenne normálisan, esetleg nem eszik annyi szénhidrátot, vagy ha húsikat eszik, akkor olyan szárazabb húsokat, vörös húsoktól esetleg tartja magát távol az ember, és inkább ilyen szárnyasokat eszik, vagy mit tudom én, halat jobban eszik az ember olyankor, vagy jobban odafigyel a zöldség-gyümölcs bevitelre, tudjátok mire gondolok, ez egy életmódváltás. Na most 90 nap alatt be lehet iktatni akár egy ilyen light-os vegetáriánus életmódot is, most egyébként ez a tisztító szakasz jön most a világba, ugye a tavasz az arról szól, hogy ugye a téli lerakódott salakanyagokat takaríts ki magadból, és ez pontosan jó arra, hogy ugye most van ugye március vége, ugye április, május, június, mire jön a fürdőruha szezon, hát valami brutális átalakulást tud a szervezet végezni, ezt használjátok ki. Sokan nem tudják, hogy mit is kéne most csinálni, hát használtok ki a termékeiteknek a hatását most, és erről lehet írni tulajdonképpen 90 napon. És most érek rá egy picit rá arra, hogy ugye most termékekről beszéltem, de kanyarodjunk vissza egy picit az Empower irányába. Én nem tudom most jelen pillanatban, hogy nem ismerek más olyan céget, ami ilyen módon fejlesztene, mint az Empower Network. Mire gondolok pontosan? Ugye megjelent a vírusblog valamikor 3 évvel ezelőtt, amivel hatalmas eredményeket értek el emberek, de most teljesen átalakult az egész. Ugye megjelent a Kalatu, ugye évelején, ez egy WordPress alapú, olyan tulajdonképpen egy internetes házikó, amit állandóan tuningolnak, fejlesztenek. Beta verzióban van, tehát azt jelenti, hogy tényleg az elején vagyunk, de mint ilyen szakmai szemmel, ha nézi valaki, én informatikusokkal megnézettem, egyszer lenyűgözte őket, hogy milyen könnyen kezelhető, nem kell hozzá informatikai tudás, és tényleg, hogyha valaki az oktató videók alapján megcsinálja, fölépíti az ő kis házikóját, egyszerűen csak annyi dolga van, hogy napi szinten életre kelti magát a házikót. Na most ugye maga az életrekeltés az arról szól, hogy olyan blogbejegyzéseket írunk naponta, olyan értéket adunk, meg egy tartalom marketinggel foglalkozunk, ami valakinek valamilyen megoldást ad. Na most írjatok már ide, hogy a ti terméketek például milyen megoldást ad. Na most szűkítsétek a piacot le, tehát a réspiacot ugye. Szűkítsétek le, erre is megtanít ugye a tudáscsomag az Empower Networknek, amit egyébként 25 dollárért bárki megvásárolhat, és ugye magával a Kalatu rendszerrel kap egy oktatási csomagot, benne egy csomó szellemi termékkel is. Na most, ha te megtanulsz egy olyan alapszinten megoldáscentrikus réspiacnak beszélni, akkor egyszer hihetetlen gyorsan lesznek feliratkozóid, a feliratkozókból lesznek barátaid, tehát egy ilyen bizalmi híd kialakul, és a barátaid el fogják neked hinni, ha te jó dolgot ajánlasz, és abból lesznek a vásárlók. És írjátok fel magatoknak nyugodtan, hogy maga a pénz az interneten, az a
tulajdonképpen az eladásról szól, de az eladást azt úgy tudjátok meg kreálni, vagy úgy tudjátok elérni, hogy vásároljanak tőletek, hogyha a maga bizalmi híd a legfontosabb. Ugye a legújabb Inner Circle anyagban elmondják, még annak idején, aki ismeri a Bergman Lacit, az mindig a lányoknak a meghódításáról beszélt kicsit hasonlatban, és ugyanezt látom most az Inner Circle anyagban is, hogy nem rögtön mond a lány igent, mikor el akarod venni feleségül, hanem ugye be kell cserkészni, meg udvarolni kell. Szakszóval bizalmi hidat kell kialakítani, és maga a regisztráció, tehát a jegygyűrű fölhúzás és maga a házasság, az ugye, hát azért nem rögtön van. Van, akinek el kell telni egy pár hónapnak, vagy pár évnek is, mire megtörténik a úgymond virtuális regisztráció, vagy a házasság. Ezt azért mondom nektek, mert sokan türelmetlenek. Most itt a 90 nap alatt, hogyha te értéket adsz, tudod, hogy a te terméked milyen értéket tud adni, és folyamatosan megoldást nyújtasz, és úgy, hogy a saját példádon keresztül és a társadalmi bizonyítékokon keresztül, akkor egyszerűen lesznek feliratkozóid, és azokból lesznek a vásárlóid. Na most visszatérve a Kalatúra, olyan fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt napokban, ami teljesen lenyűgöz engem is, meg ugye sok társunkat. Betettek olyan alkalmazásokat, ami egyszerűen elengedhetetlen, hogy egy WordPress, ami eladó, tehát eladásra készített oldal, hogy ne legyen benne például egy olyan felugró ablak, amikor el akarják hagyni a weblapot, hogy még egy utolsó lehetőségképpen még véletlenül sem menjenek úgy a látogatók el a weblapodra, hogy a fölé ne iratkozzanak. Nem tudom, írtok már ide egy tízest, akinek így tetszik ez a funkció, hogy ez milyen jó. Ezt azért mondom nektek, mert ezeket a funkciókat, és most kapaszkodjatok meg, amit most külsőleg a JVZ-ről, vagy bárhonnan megvásároltok, mindenben lesz a Kalatúba. Nem tudom, jó híre ez. Benne lesznek az elkapó oldalaknak a lehetőségei, az összes olyan funkció, amit most külön kemény $100 kivásároltunk annak idején, meg ezeket mind bele fogják építeni. Tehát David Wood és csapata egy olyan mesterelme csapata, ami direkt azt nézi, hogy egy olyan terméket fejlesztenek folyamatosan, és soha nem fog megállni a termékfejlesztés, ami alapján nem kell neked külsőleg ugye megvásárolnod különböző termékeket, hanem beleépítik ebbe a blog platformot. Tehát most a kérdés az, hogy neked van-e ilyen blog platformod, amit hangsúlyozom $25-ért meg tudsz vásárolni, és nézd meg, hogy te most mit építesz. Lehet, hogy most nézed ezt a videót. Azt mondod, hogy hát nekem van egy jó kis honlapom, és akkor az jó lesz nekem. Most van egy WordPress oldalad, jobb esetben, vagy van egy ingyenes Blogspot oldalad. Na most hát mondom a rossz hírt. Nézd meg, hogy mennyire látogatott az a honlap. Meg tudod nézni a Google AdWords, hogyha esetleg be van állítva, hogy hogyan látogatják a te honlapodat. Nézd meg, milyen konverzió van, mennyire tudsz eladni vele. És hogyha az a válasz az nem olyan, amit te szeretnél, akkor nagyon-nagyon komolyan nézd meg, mert előbb-utóbb föl kell építeni a várat. Tehát magyarul azt a kis házikót, amit én úgy hívok virtuális házikó, a Kalatú, föl kell építened. Na most vagy azt csinálod, hogy ilyen lazatalajra építed egy blogspottal, aztán előbb-utóbb az el fog úszni, mert vagy elveszik tőled, vagy megjelennek mindenféle olyan háttér ilyen hirdetések, amit te nem számítasz, és nem is szeretnéd, hogy ott legyen. Aztán tele lesz tűzdelve minden olyan dologgal, amit hát ugye nem téged fog képviselni. Ha van egy WordPress oldalad, ezzel sokan védekeznek, gondolom ti is kaptatok már ilyet, hogy van nekem honlapom, jó az. Hát akkor mondom a rossz hírt, ha az nincs jó ugye beszeózva, vagy mondjuk jó be van szeózva, de most képzeljétek el, mennyi látogatottság kell, hogy maga a branding, ugye a márka nevet föl tud építeni, ez több év. Bodnár Atti barátommal teszteltük ezt a rendszert, és mondja Attila, hogy ő neki ugye vannak WordPress oldalai, és hát körülbelül 4-5 évbe került, mire olyan helyezéseket tudott elérni az Attila, ami már úgy megelégedettséget szült. Itt a Kalatúval pár hét alatt lehet olyan helyre kerülni, mint egy hagyományos oldallal, egy WordPress oldallal 4-5 év alatt. Most lehet, hogy az informatikusoknak ez nagyon fog fájni, mert ugye 2-300 ezer, meg van, aki 1 millió forintos honlapot is tud készíteni, és ez most nem fog tetszeni, hogy itt a Kalatút $25 már
megkaphatják, a nagy közönség megkaphatja, és olyan fejlesztéseket ugye végeznek, amivel nagyon gyorsan a találati listák élén tud lenni. Annál is inkább, mert az új fejlesztésben most megint különböző ilyen domainokat tettek, tehát nem kell külön vásárolni a domain nevet, olyan domain nevet kapsz, ami tulajdonképpen már be van járatva. Hogyha mondjuk a fő domain nevünket nézitek a branding online, nem tudom sose kimondani, a lényeg az, én csak használom, nem vagyok informatikus, ez már több, tehát 2-3 hét alatt is a találati listák élén van, mert több millióan használjuk ezt a domain nevet tulajdonképpen, és csak azt kell kitalálnod, hogy neked milyen márkanevet szeretnél fölépíteni. És például, hogyha beírod azt, hogy mit tudom, egy tiens, vagy tiens megoldás, vagy bármilyen termékkel rendelkezés, odaírod azt még hozzá, egy megoldás, vagy info, vagy valamit odaírsz, akkor hát még az anyacéget is meg tudod előzni, mert olyan sok blogot nem rak fel az anyacég. Nézzetek szét! Nagyon kevés olyan anyacég van, aki folyamatosan olyan információkkal látja el a honlapját, olyan frissítésekkel, hogy az tehát a blogokkal meg lehet előzni egy ilyen nagyobb anyacéget. Nem tudom, ez milyen információ, lehet, hogy többször elmondtam már nektek, de ezt azért mondom, mert tudtok védekezni, amikor olyan van, hogy hát van nekem egy WordPress oldalom. Hát nincs. Mert ez a WordPress oldal, ha csak ennyi fejlesztésnél maradnának, csak ennyit, amit most megelőzné, ugye a hagyományos WordPress oldalakat. Nekem van is egy ilyen blogbejegyzésem, hát láttátok is, amikor azt írtam, hogy te melyiket választanád most a Calatut, vagy a WordPress-nek a hagyományos platformját, és egy Trabant volt ugye a hagyományos WordPress jelképe, és egy Aventador, ugye egy Lamborghini Aventador volt a Calatu oldal. Én kaptam jó visszajelzéseket, hogy egy kicsit jó sikerült ez a demonstrálás, mert kb. Ennyi a mostani indulása. Tehát akinek van most hagyományos WordPress oldala, az is kösse össze, tehát nem kell megszüntetni, vagy nem muszáj megszüntetni, de kösse össze a Calatuval. Én azt csinálom egyébként, hogy mindent átmásolnék és megszüntetném. De ez csak az én saját véleményem. Annyira jó ki van találva ez a Calatu oldal. Na most ugye te elkezdesz kommunikálni a termékedről. A trükk itt az, hogy folyamatosan naponta, napra kész vagy, hogy hogyan kell a kommunikációt. Ugye itt is vannak csomagok, és én mindenkinek szoktam mondani, ha belefér a költségvetésbe, akkor tegye még hozzá ezt a 100 dollárt, ugye 25 dollárba kerül maga a Calatu rendszer, de tegye hozzá ezt a 100 dollárt azért, hogy rögtön egy olyan információ legyen a birtokában, amivel én azt tudom mondani, ha még csak egy hónapra fizetne valaki előre, ugye a 100 dolláros csomagra, akkor is legalább egy évnyi olyan anyag van, ami hát tényleg méltán tudja azt képviselni, hogy te ezt tényleg úgy tud kommunikálni, hogy kell. Azok az infók, amiket én elmondok, nagyon nehéz egyébként úgy beszélni, hogy ne csak el egy pár olyan információt, ami a 100 dolláros termékben van, de mindenkinek ajánlom, hogy vegye komolyan ezt, mert ez a befektetés, ez a te elsőbségedet fogja okozni a versenytársak mellett. Tehát úgy képzeljétek el, hogy most épül egy város így a felhőkbe, tulajdonképpen az interneten. Na most ezek a kis városok, ezek azok a házikokba tartalmaznak, ami a te Calatu oldalod. Ez a te házikód. Na most nem mindegy, hogy te most melyik fajta negyedbe laksz ebbe a világba, ebbe az internetes világba. Egy a lepusztult negyedbe, még régi blogspot oldalakkal erőködsz, mert időráfordítás így is úgy is ott van, hogyha komolyan gondolod. Vagy egy igazi multis, tehát igazi egy olyan megjelenést tudsz, ami versenyképes, tényleg professzionális, és folyamatosan ugye mások fejlesztik a te oldaladat, neked csak éppen karba kell tartani. Hát írtok már ide egy 1-től 10-ig egy olyan számot, amit gondoltok, hogy ez egy jó információ, ezt nyugodtan tudjátok publikálni a blog oldalatokon, hogy mondjuk te nem akarsz rábeszélni senkit a Calatu oldalra, csak ez tudja. És írjátok föl nagybetűvel, hogy a különbség. Mindig a különbséget kell magyarázni, és nem kell ezt így, hogy mondjam, így rátukmálni az emberekre, hanem mutatod a Calatu oldaladat úgy, hogy te ellátott tartalommal,
És most hát, aki nem tudja még, ugye elindult a három blogolási lehetőség. Tehát ha van neked egy üzleted, akkor nem kell venned külön még egy Kátó oldalt. Ezt egy két héttel ezelőtt még nem mondtam volna, és én vettem is magamnak egy irodát, de most már nem vennék, mert minek? Mert ott van a lehetőség. Sőt, akár egy harmadik bizniszbe is belevághatsz majd valamikor, vagy pedig csinálhatsz egy olyat, amit sokszor szoktam mondani, hogy csinálj egy olyan oldalt, ami szórakoztat. És abba az oldalba, ugye három blogolási lehetőség van, abba a szórakoztató oldalba el tudsz tenni olyan kis widgeteket, olyan kis elkapókat, vagy átirányítási lehetőséget, ami hasonlít ugye a vírusblogra, ami volt ugye a 10 blogoláló rendszerünk, amivel oda irányítod a forgalmadat, ahova te szeretnéd. Mire gondolok pontosan? Ugye a régi motorosok már sokat hallottátok ezt tőlem. De például David Wood azt mondja a Bootcamp 3 videóban, hogy az emberek szórakozni járnak föl az internetre. Tehát nem azért mennek föl, hogy tőled vásároljanak, hanem azért mennek föl, mert meg akarnak nézni egy videót a YouTube-on esetleg, vagy mit tudom én tegnap például hangos könyveket gyártottam, és olyan programokat kerestem, ami arra jó, hogy ugye hangos könyveket hogyan lehet ugye elkészíteni. Na most, ha találtam volna egy olyan oldalt, nagy nehezen megtaláltam egyébként, ahol az összes olyan program, ami most használható egy hangoskönyv elkészítésével, akkor én folyamatosan ezt be is jelöltem egyébként ezt a honlapot, de hogyha ebből csak egyetlen egy van, képzeljétek el, amit én megtaláltam, lehet, hogy több is van, csak nem találtam meg, de egy olyan értéket adó honlap, ahol például össze vannak gyűjtve az ilyen programok, akkor hát ugye ott kialakul nálam egy bizalmi híd, és hogyha azt folyamatosan töltik fel olyan programokkal, ami nekem egy megoldást ad mondjuk a hangoskönyv szerkesztésre, akkor ott még a fizetős oldalt is meg fogom vásárolni. Tehát biztos tudom, hogy aki ezt üzemelteti, olyan értéket ad nekem, ami alapján én onnan merek vásárolni. Most képzeljétek el, aki csak úgy árusít, hogy hát ide is tesz egy kis programot föl, mert oda is, mekkora az a lehetőség, hogy esetleg én vásárolok tőle. Hát a nullával legyen értékű. De egy olyan honlap van, ahol főleg az én problémámra adnak megoldást, akkor kialakul a bizalmi híd, és azt mondja valaki, hogy most egy olyan programot ad nekem, ami úgy kreálja föl a hangos könyvet, hogy akár választhatok egy színésznek a szinkron hangjába, és avval fogja megcsinálni mondjuk a Beszélgetések Istennel című trilógiát, akkor biztos meg fogom venni. Ha 100 dollárba kerül, akkor annyi, ha 1000 dollárba, akkor meg annyi fogom megvenni. Most képzeljétek el, hogy te most mondjuk fogod magad, és mondjuk szórakoztatsz. Mondjuk csinálsz egy filmes oldalt, én most látom ezt az online filmek oldalakat, nem tudom, látjátok-e. Szoktatok esetleg onnan filmet nézni, hogy mit tudom én most onnan kerestem ki olyan filmeket, amiket be tudok rakni majd a szórakoztató oldalamra, ilyen ezoterikus filmeket, és hát hogyha azokat a filmeket egy Kalátú oldallal csinálnák meg, tehát egy Kalátúra lenne ráépítve például egy ilyen filmes blog, akkor képzeljétek el, hogy ha nem tudom, voltatok-e már ilyen oldalon, hogy mennyi kalamajka kell, mire meg tudod nézni ezt a filmet, hogy hány ilyen letöltő programon kell keresztül vágni magadat, most már finomítják, de hogyha ott rögtön elindul például egy film, rögtön, tehát megszokják a te oldaladat, és esetleg oda olyan hirdetés van föltéve, ami nem zavaró, amit kultúráltan van eltéve, akkor lehet, hogy így a filmnézés közben, hogy valaki úgy rátja, nem, amilyen sokszor látom azt, hogy lehet az interneten pénzt keresni. Vagy fáj valamid, lehet, hogy épp egy ilyen őrült fejfájással akar valaki ilyen filmet nézni, és véletlenül a te hirdetésed ott van ezen az oldalon. Hát biztos rá fog kattintani. És hogyha ott tényleg értéket adsz, akkor lehet, hogy vásárlód is lesz. Nem tudom, kapis-e, értitek ezt a technikát, ezt sokszor el szoktam mondani. Vagy van egy olyan oldalad, ami az életfelfogásról szól. Én például most csinálok egy ilyen oldalt, ahol olyan videókat ajánlok, amiket én is meg szoktam nézni. Például én nem szeretem a Villás Béla anyagait, be szoktam nézni, ezeket be fogom rakni. Vagy nagyon szeretem Csernusnak az anyagait, vagy Lár András anyagait, akkor berakom erre a szórakoztató oldalra. És véletlenül, mint kalambónak, ott van egy olyan oldal, hogy ha esetleg pénzt szeretnél keresni az interneten, úgy véletlenül ott van egy widget. Nem is tűnik fel az embereknek, mert
elkavargóznak egy ilyen filmes oldalra, egy szórakoztató oldalra, hát tényleg ilyen útvesztőbe találják magukat, hogy itt is egy hirdetés, meg ott is, meg ilyen játék, olyan játék. Itt pedig kényelmesen, tényleg kultúráltan el lehet helyezni ezeket a hirdetéseket. Sőt, menjünk tovább, hogyha te ebbe a 90 napba fölépítesz egy ilyen oldalt, és esetleg szövetkezel valakivel, olyannal, aki még esetleg nincs benne a mi Kalatú rendszerünkbe, akkor azt mondod, figyelj ide, mit szólnál hozzá, hogy tehát a jó bejáratott oldaladat átirányítanánk oda, és csináljunk egy ilyen kooperációt, ezt hívják egyébként backlinkelésnek, az Attilától tanultam én is, ugye Bodnár Latintól. Keressétek meg ezeket az embereket. Mondom itt a tippeket, tehát ne én csináljak mindent. Keressetek olyan embereket, akik partnerek lennének. Vagy láttok valamilyen jó honlapot. Azt mondom, hogy figyelj, de ez egy jó honlap, de mit szólna az egy kicsit turbalizációt, egy újabb ruhába öltöztetnénk. Egy ilyen zsiguli-szerű honlapból, vagy egy Renault-szerű honlapból csináljunk már egy Lamborghini, mit szólsz hozzá. És persze ezt kulturáltan kell ugye elmondani, nem azt kell mondani, hogy hát ez egy elég rossz honlap, csináljunk már bele egy jót, hanem figyelj, de én látom, hogy ez egy nagyon nagy munkát igénylő, tényleg egy komolyan fölépített honlap, de a mostani technikával egyszerűen ebből egy aranybányát lehetne csinálni. Jó, biztos most is az, tehát így, úgy kell beszélni, hogy az egót építeni kell a tárgyaló partnerünkbe, de most egy olyan infón van a kezembe, ami csak egy picike kis csavart, ha csinálsz a honlapodba, akkor dőlni fog a lé még jobban. Biztos most is dől, de ez alapján hidd el nekem, ez jó lesz. Tudunk erről beszélni, és már kész is a tárgyalás, és tudtok esetleg beszélni. Nem tudom, értékes információk ezek, de fölírkáltam magamnak, de lehet, hogy ma nem tudom mindet elmondani. Ezt azért mondom, mert ugye szórakozni járunk fel az internetre, valamilyen problémának a megoldását keressük az interneten, és ha mi gyorsan megtanuljuk a Kalatú rendszerét, pár nap alatt meg lehet tanulni, hogyha minden nap, és megint a 90 napra gondolok, elkezded a hanganyagokat szisztematikusan hallgatni, minden nap meghallgatsz egy vagy két hanganyagot, ezt keresd meg a felső vonalat, és el fogom mondani, hogy melyiket pontosan, és lépésről lépésre mit, akkor a 90 nap múlva te egy olyan tudás birtokába vagy, ahol szakértővé válsz tulajdonképpen magának a Kalatúnak a működtetésébe. És hogyha ez párhuzamosan egy bizniszre még ezt te csinálod is, tehát így is úgy is kellene kommunikálni a te üzletedet, hát akkor már kommunikáld már úgy, ahogy tényleg ez kell, akkor 90 nap múlva egy olyan referenciaanyag fog a kezedből kikerülni, amit meg tudsz mutatni. Jó napot kívánok, 90 napos tesztelési időszak véget ért, itt ennyi az eredmény, ennyi becsatlakozó van, ennyi társadalmi bizonyíték, ennyi termék bemutató, bla bla bla, meg tudod mutatni. Sőt, hát ugye vagyunk egy páran, akik ugye folyamatosan, párhuzamosan építünk üzleteket, meg tudjuk mutatni egymásnak a blogjait is. Hát most képzeljétek el, hogy mennyire elő vagyunk még ebbe az egész munkafolyamatban, itt még nem csinált senki, és innentől kezdve meg tudod mutatni a referencia oldalakat. Csak annyi kérdés van, hogy figyelj, mikor szeretnéd elkezdeni? Mikor szeretnéd? Hogy a te üzleted, tehát nem az én üzletem, a te üzletedet jól tudjuk fölépíteni. Mert abból még soha nem volt baj, hogyha valaki a másiknak az üzletét akarja jobbá tenni. Tehát nem az van, hogy hát jó, hogyha majd meguntod a Herbalife-ot, akkor gyere egy kicsit aloe verázunk. Vagy ha nem jó az aloe vera, gyere egy kicsit szárriderezzünk meg, hogy együtt a kettőt is jó tudnál csinálni. Nem erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog. Megy a Forever? Szuper. Mit szólnál hozzá, ha? Nézd csak meg ezt az oldalt. Itt csak most ezt a first-öt reklámozzuk. Ez mondjuk egy first oldal. Lehet, hogy van neked egy Forever-ös honlapod, nem baj, legyen mellette egy first oldalad. Beszéld meg a szponzoroddal, a felső vonaladdal. Lehet, hogy a felső vonal azt fogja mondani, nem, tényleg jó, ezt lehet így használni. Hogyha az etikai szabályzatokat betartva megcsinál valaki egy ilyen honlapot, ha engedik, ebben még mindig viták vannak, akkor elindulhat egy olyan oldal. Vagy ott vagy például a Vemmánál, elkezded írni, hogy hogyan lehet azokkal a sékekkel mondjuk bármit elérni. Tehát itt akkora merítés van most, és akkora, hogy mondjam, útmutatás, amiben most mi úttörők vagyunk.
Értitek? Tehát mi most elkezdjük ezt a 90 napot, illetve már most ugye a második napnál tartunk, tehát nagyon elő vagyunk, és ahogy megyünk bele, tényleg olyan infókat fogok nektek mondani, amitől le fogtok szédülni, mert úristen, ezt nem is gondoltam volna, és akkor mégis megyünk bele a sűrűjébe, és nyertől kezdve 90 nap után, ami így is úgy is eltelik, tényleg ott lesz nálad az információ. Úgyhogy én hangsúlyozom nektek, még mindig a bemelegítő szakaszban vagyunk. Ugye nézzétek át, hogy a házi feladatnak, amit adtam, hogy a víziótok jó legyen. Nézzétek meg, milyen termékkel rendelkeztek te most, milyen eredményt tudsz elérni 90 nap múlva. Párhuzamosan építsd a kettőt. Tehát mindenképpen a kálátút azt úgy építsd föl, ugye most már ott van a lehetőség, hogy külön legyen arról, hogy lelkesen írsz, hogy miért használod te a kálátút. Átirányíthatod nyugodtan a kálátó oldalról, a te tiens oldaladra például, vagy a tapaszos oldaladra, hogy ezt, most ezt így használom. Most nézd csak meg, itt ezeket a termékeket így lehet használni. És megtörténik a backlinkelés tulajdonképpen. Vagy hogyha nekem most jó tapasztalatom lesz a tapaszról, mert csak kipróbálom, nem bírom ki, akkor én ezt fogom mondani, hogy hát nekem van két vagy három olyan barátom, aki a kálátóval ő nagyon sok jó eredményt tud elérni, de ezzel ajánlja, hogy úgy mondjam, a kálátóval ajánlja ezt a tapaszos történetet, és nekem jó a tapasztalatom, én merem ajánlani őket. Most képzeljétek el, az ajánlás a legjobb marketing. Nem a hirdetés, hanem az ajánlás a legjobb marketing is. Hogyha az én ismeretségi köröm azt mondja, hogy hát Vili azt mondta, úgy keres meg például Julika téged, hogy a Vili azt mondta, hogy nálad lehet kapni ilyen tapaszt, mert az ő szemölcse elmúlt. Hát akkor szerinted megveszi a tapaszt? Több persze, hogy megveszi. Vagy éppen a Viktort ajánlom, mert őt ajánlom éppen. Vagy akit éppen én akarok. Vagy te is ajánld a tienst. Nem vagy benne a tiensben, nem baj. Lehet, hogy az alsó vonaladnál, a kálátóban ott van valaki, aki meg használja a tienst. Például a Viktoréknál tudom, hogy az alsó vonalban sokan használják a tienst. Ajánld. Te nem foglalkozol vele, de ismersz olyan szakértőt, aki ebbe profi, és már ajánlhatod is. Vagy hogyha nekem akartok segíteni, akkor ajánld a Herbalife-ot, mint fogyást. Semmilyen etikai vétség nem lesz ilyenkor, semmiféle olyan dolog, segítjük egymást. El tudjátok képzelni, hogy a mi csapatunk, aki ilyen fölfogással rendelkezik, mennyivel előrébb fog tudni járni, aki még mindig a fa feje csak azt az egyfajta vonulatot, amit évezredek ezelőtt mondjuk a Brian Tracy vonal kitalált, most még mindig azt nyomja. Egyébként a képzelni, gondolkozzunk. Úgyhogy gondolkozz és gazdagodj online, ez a címe tulajdonképpen a 90 napos kihívásnak. Holnap is fogunk találkozni, folytatjuk, görgetjük a tudományokat. Házi feladat, ugye nézd meg ezeket a témákat, ugye víziódat nézd át még egyszer, nézd meg, hogy milyen termékkel rendelkezel, ami eléri a te víziódnak a megoldását, tehát hogyha fogyni szeretnél, akkor fogyjál, ha mondjuk badizni szeretnél, akkor súlyzozzál, és úgy egyé táplálékkiegészítőket. Ha mondjuk, mit tudom, hogy viszeles a lábad, akkor az orvos tanácsát betartva használd azokat a készítményeket, amik segítik a viszérnek a problémáját, ezt publikáljad videókkal, vagy fotókkal, tök mindegy. Ha kozmetikával foglalkozol, akkor legyen egy kozmetikai 90 napos kihívás, érj el nagyon jó eredményt saját magadon, publikáld szintén videókkal, vagy fotókkal, azokat az embereket gyűjts magad köré, akik szeretnének veled egy programot megcsinálni, mint én például most kitettem az internetre, hogy fogy le velem 90 nap alatt, a gyerekek rengetegen jelentkeznek. Egyszerűen hihetetlen, nem is gondoltam volna, pedig csak éppen, hogy megérintettük a szelet egy picit, hogy ma most indulunk, és már jelentkeznek az emberek. Hihetetlen, tehát csináld meg, és utána ezt is publikáld meg, az ő eredményeiket is, én is publikálom, ti is publikáljátok is, ajánljátok egymást. Úgyhogy remélem, tudtam ma értéket adni, ezt összefoglaltam most nektek, és holnap kezdjük újra, és mindenkinek legyen meg a blog bejegyzése, ezt tegyétek ki minél hamarabb, és utána egy másik képpel, meg majd este fele valamikor, tehát kétszer tegyétek ki, két poszt legyen, és több csoportban nyugodtan, ahova úgy gondolod, oszd meg, a spamelést kizárva, kultúrát, aki ezt nem ismeri még, beszéljen a szponzorával, és akkor magáról erre a
a posztolásokra ugye megtanít a szponzorod, illetve majd a 90 napon belül természetesen erre is, erre a munkafolyamatra is ki fogunk térni. Úgyhogy sziasztok, az erő legyen veletek, holnap találkozunk, 8.40-kor nyitom a szobát, és 9-kor elindulunk. Ahogy meghalljátok ugye a fő címzenénket, akkor utána nem sokára kezdünk a tréninggel. Az erő legyen veletek, holnap találkozunk.